Türelmesen várakoznak a tanulók a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre technikum és kollégium előtt, hogy bemehessenek az intézménybe. Ugyanis szerdán reggel 9 órakor kezdődött az idei történelem érettségi. Az egyik diák azt mondja, sokat tanult a történelemre, felkészültnek érzi magát, eddig egyedül a keddi matematika vizsgasor okozott fejtörést számára. Az irodalom érettségi az könnyű volt, az könnyebb volt, mint számítottam rá. A matematika pedig, hát azzal voltak nehézségek. Egy másik tanuló pedig könnyedén megoldotta a magyar nyelv és irodalmat, illetve a matematikát is. Ő azt gondolta, hogy a szerdai történelem sem lesz nehéz. Hát igazából elég sokat tanultunk rá, így az osztály is, illetve szinte más diákok is. A diákok idén az aténi demokráciával, a középkori építészettel és Mátyás uralkodásával kapcsolatos feladatot is kaptak a középszintű történelem érettségi első rövid feladatokból álló részében. Ezen kívül előkerült a II. Világháború, a Horthy korszak és a Kádár korszak is. A témák között szerepelt továbbá Németország újraegyesülése és a mai magyar politikai intézményrendszer is. A harmadik napon már szinte rutinosan, nyugodtan írják a vizsgájukat a Tolna megyei szakképzési centrum, Percelmor technikum és kollégium tanulói. Az iskola igazgatója szerint az első napon sokkal nagyobb volt az izgalom a diákok körében, de felkészülten álltak a próbatétel elé. Teljesen elfogadható mennyiségű volt a feladat, kihasználták az időt, tehát én azt kell mondanom, hogy szépen mateknál is és a magyarnál is a többség szinte végig itt volt, úgyhogy a feltételek adottak voltak, nyugodt körülmények voltak. Én azt gondolom, hogy a gyerekek azért már lelkiekben az utóbbi hónapokra erre fölkészültek, hogy azért ez egy más változás volt, de tudták, hogy ez a vizsga fog jönni. Tehát mi végig azzal kalkuláltunk, és szerintem mentálisan is azért erre fölkészültek a gyerekek. Novotné Bán Erzsébet, a tolnai Szent István Katolikus Gimnázium igazgatója úgy véli, nehezebb dolga van az idei érettségizőknek, mivel online formában többnyire egyedül kellett felkészülniük, jelenléti oktatás keretein belül több lehetőségük lett volna gyakorolni. Az igazgató azt is elmondta, hogy nem volt egyszerű az idei történelem feladatsor. Aki tényleg ügyes tud gondolkodni, térképet, az atlaszt is tudja használni, és vannak azért ismeretei, az össze tudja jól rakni. A tesztfeladatsor is elég munkás, tehát gondolkodtató eléggé, tehát jól át kell gondolni, és többször, hogy megtalálják a jó megoldást. Azonban vannak végzősök, akik úgy érzik, könnyedén megbirkóztak a kihívással. Ez a történelem, ez meg ugye szintén olyan volt, mint egy szövegértés, benne voltak a válaszok, ha lehetett hozzá használni a térképet is. Aki ügyes volt, ez megtalálta magának a kiskaput. A hét második felében angol, illetve német nyelvből kell bizonyítaniuk a diákoknak. Idén a járvány harmadik hulláma miatt a kormány úgy döntött, a szóbeliket és a gyakorlati vizsgákat törlik, így a tanulók összpontszámát kizárólag az írásbeli határozza meg. Azonban bizonyos esetekben vannak kivételek. Például akkor, ha az adott vizsgatárgyból középszinten csak szóbeli vizsgarész létezik, vagy még akkor kell szóban számot adnia a diáknak, amennyiben az írásbeli nem sikerült neki.